Előrejelezhetőek a vásárlási szokások? Kiismerhetőek a fogyasztói magatartások? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapunk dr. Szűcs Krisztián előadásából. Tartsanak velünk! Azt szeretném először megkérdezni, hogy önök szerint mennyire vagyunk kiszámíthatóak, mint fogyasztók? Vajon modellezhető-e az, ahogyan döntünk, ahogyan vásárolunk, vagy még inkább meg lehet-e mondani előre, hogy mit, hogyan fogunk dönteni? Ezekkel a témákkal foglalkozom különböző szinteken, különböző területeken, úgy az akadémiai részen, mint a piaci oldalon, és elgondolkodtatott az utóbbi időben néhány fejlemény. Ezekről szeretnék én most itt gondolatokat megosztani. Én fogyasztó kutatással foglalkozom, az azt jelenti, hogy a marketing kutatásnak egy olyan ágával, amelyik a fogyasztót helyezi a középpontba, a fogyasztói magatartást vizsgálja. Erről szeretnék egy kicsit bővebben most mesélni. Az egyik kedvenc képem, amit az elmúlt években használok az előadásokon, és valószínűleg azért is, mert nagy mértékben tudok azonosulni vele. Tehát az úriember azt gondolom, hogy kapott egy bevásárlólistát otthon, ezt néha én is megkapom, hogy vegyen tésztát, és hát ő ott kétségbe esett, és ahogy nézzük, a polc előtt jó sok időt el fog tölteni, mire rájön, hogy valójában mi is az ő küldetése. Milyen tésztát kell vásárolnia, ugye? És azt gondolom, hogy nem csak én vagyok olyan szituációban, és nem csak a tésztákkal esünk ilyen, vagy kerülünk ilyen helyzetbe. Ha ezt a helyzetet nézzük, ez egy nagyon egyszerű vásárlási szituáció. Tésztát kell venni. De azt is tudjuk, hogy óriási a túlkínálat, olyan szintű, amit már biztosan nem tudunk belátni sem, nem tudunk értékelni. Melyik a legjobb választás? A durum tészta, a teljes kiérlésű, vagy a hagyományos? Egyáltalán milyen formát kell vennünk, és melyik a megbízható márka? Melyik nem megbízható? Milyen árkategóriába? Vannak-e preferenciáink a tekintetben, hogy mi az olasz tésztákban bízunk? Vagy éppen a magyarban, mert az 8 tojásos? Hol vannak azok a faktorok, ami alapján el fogjuk dönteni, amelyik fogja vezetni a kezünket, és a végén a polcról levesszük azt a terméket, amit beteszünk a kosarunkba, hazamegyünk, és majd ott persze értékelünk. Egy további kérdés még, hogy a fogyasztó és a vásárló vajon ugyanaz a személye. Ebben az esetben elképzelhető mind a két szituáció. Az is lehet, hogy ő magának vásárol, az is lehet, hogy őt megbízták, és ilyen esetben a vásárló az nehezebb helyzetben van abból a szempontból, hogy a fogyasztónak az elvárásait kell képviselnie, és azt kell valahogyan majd teljesítenie a lehetőségekhez mértem. Éppen ezért nézzük azt, hogy hogyan változnak a fogyasztói magatartásnak a különböző mintázatai. Az elmúlt években azt gondoljuk, hogy jelentős változások történtek, de hogyha kicsit hosszasabbra tekintünk vissza, és a közgazdászok szeretnek ciklusokban gondolkodni, akkor elmondhatjuk, hogy vannak olyan meghatározó ciklusok, amelyeket a döntéseinket, amelyeket a fogyasztói magatartás befolyásolják. És nem feltétlenül csak olyan makrogazdasági ciklusokra gondolok itt, mint a Kondratyev ciklus például, amelyikre azt mondják, hogy 50-70 éves ismétlődéseket mutat a gazdaságban, depresszió után valamiféle erősödés, és akkor egy csúcsponton újra egy recesszió kezdődik, hanem mindig van egy hajtóerő, ami ebből a depresszióból kihajtja a gazdaságot. Ahogy készültem az előadásra, azt olvastam, hogy az 5. Kondratyev ciklus 2008-ban zárták le, illetve a 2008-as gazdasági válsággal zárult le, aminek a hajtó ereje az informatika volt. Ez azt jelenti, hogy a 6. ciklus mostanában kezdődött, az elmúlt néhány évben. Persze, hogy ez valóságban mit jelent, azt gondolom, hogy azt majd egy nagyobb távolságról tudjuk majd megítélni. De a 6. ciklusnak a hajtó erejének az űrkutatást mondják. Az űrkutatás az ugye nagyon távoli a mi fogyasztói valóságunktól, a mi magatartásunktól, a mi mindennapi döntéseinktől. Hogyan lehet mégis összegyűjteni azokat a tendenciákat, azokat a változásokat, amik ezeket a mindennapi döntéseinket meghatározzák? Mik lehetnek ezek, amik kihatnak? Hát én azt gondolom, hogy első és legfontosabb az biztosan a technológia. A technológia az egy olyan meghatározó hatás volt az elmúlt évtizedben, az elmúlt másfél évtizedben,
ami nem csak a mobiltelefon használatot jelenti, nem csak azt jelenti, hogy hozzánk nőtt ez a készülék, és szinte mindent el tudunk vele intézni. Észrevétlenül beleszövődött az életünkben. Amikor technológiai trendekről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy a valóság és a virtualitás összefonódik. Amikor arról beszélünk, hogy már nem tudunk létezni a virtualitás nélkül, hogy bizonyos kutatási eredmények szerint, bár ebből is többfélét olvastam, 47-szer nézünk rá a telefonunkra egy nap, én ezt egy picit keveslem, de lehet, hogy ez rossz mintavétel. De az biztosan elmondható, hogy azért az okostelefonnal rendelkező használók az ébredést követő első 5 percben ránéznek a telefonjukra, és mielőtt lefekszenek aludni, még előtt ránéznek a telefonjukra. De ugye a technológia az a mi esetünkben nem csak ezt jelenti. Azt is jelenti, hogy rengeteg adat keletkezik. Rengeteg adat keletkezik, ezt egy próbáltam egy beszédes ábrán bemutatni, amelyik azt mutatja, hogy az interneten egy másodperc alatt mennyi minden történik. Tudjuk, hogy a különböző platformokon, egy Google keresőbe, vagy egy LinkedIn-es közösség oldalon, egy YouTube videó platformon őrült mennyiségű adat keletkezik, amit a felhasználók hoznak létre. És ez nagyon fontos lesz nekünk abból a szempontból, hogy megértsük, hogy egyáltalán elkezdjük modellezni a fogyasztóknak a magatartását ezeken az adatokon keresztül. Itt persze az is kérdésként felmerül, hogy ezek az adatok, ez a fajta virtualitás, ez a fajta virtuális lét, amit mi megélünk, az mennyiben képezi le a valóságot, mennyiben más, ahogyan az online világban élünk, mint ahogy azt a valóságban tesszük. Sokat beszélgettünk erről a témáról kollégákkal, sok esetben vitatkoztunk is. Most úgy látjuk, hogy nem lehet külön kezelni. Tehát egyszerűen az életünk részévé váltak ezek a tevékenységek, és az életünk részévé vált az, hogy rengeteg adatot állítunk elő. Hogyha tovább megyünk, és a marketingkutatás szempontjából fontos adatokra koncentrálunk, akkor ezen kívül még azt is el kell mondanom, hogy ezek az adatok nagyon sokfélék. Tehát nem csak szövegeket hozunk létre, nem csak szöveges tartalmakat osztunk meg, hanem képeket, videókat, és ezen kívül még egyéb más adatokat, például kapcsolati hálókat. De itt látszik az, hogy például 3,8 millió keresés zajlik egy perc alatt a Google kereső oldalán, vagy 243 ezer fotót töltenek fel a felhasználók egy másodperc alatt. A 700 ezer óra videót tekintenek meg a YouTube-on. Egészen elképesztő számok vannak itt, amik mind-mind azt a lehetőséget rejtik magukban, hogy valamilyen módon mégiscsak a fogyasztókat meg tudjuk vizsgálni úgy, ráadásul, hogy ők nem is vesznek részt feltétlenül ebben a vizsgálatban. De végülis, akkor milyenek vagyunk mi fogyasztók? Viszonylag régóta keressük a jelzőt a fogyasztóra, mert sokszor lehet azt hallani, hogy tudatosak vagyunk, vagy tudatosabbak vagyunk. Minket nem lehet megvezetni, ugye? Tehát mi tudjuk azt, hogy mire van szükségünk, és azt vásároljuk, azon kívül semmi mást. Ugye a közgazdaságtan az valamikor a homo economicus elméletéből indult ki, ami azt mondta, hogy racionális döntéshozatal jellemző a fogyasztóra, ahogyan ők modellezik, és ő átlátja a kínálatot, és ott abból az optimális döntést fogja meghozni. Azért azt érezzük, hogy ez már régóta nem működhet ez a modell, ez biztosan nem jól képezi le a világunkat. De akkor milyenek ezek a fogyasztók? Létezik az, hogy újabban azt olvasom, hogy makrancos? Nem lehet neki feltétlenül bármit eladni, de azért mégiscsak valamiféle együttműködést mutat? Azt gondolom, hogy valahol ott a 90-es évek derekán, amikor az úgynevezett postmodern marketing irányzat megerősödött, akkor jöttek elő olyan gondolatok, ami a marketing kutatás számára is hasznos, nevezetesen, hogyha az ismeret és a lételmélet két dimenziójában vizsgáljuk meg a fogyasztókat, vagy a vizsgálati módszertant, akkor azt látjuk, hogy azt feltételezhetjük, hogy jelen pillanatban a fogyasztóknak
nincsen reális rálátásuk arra, hogy milyen kínálattal szembesülnek, és nem is tudják igazából megítélni, hogy mire van szükségük. És ebből a két felismerésből fakad az, hogyha oda megyünk hozzájuk, és megkérdezzük, hogy nekik miért van erre szükségük, vagy mit vásároltak, akkor az valószínűleg torz adatfokhoz vezetni. Ugye? Tehát, hogyha ott az úriember a boltban, ahogy talán emlékeznek ott az első szlájdon, oda mennénk és megkérdeznénk, hogy miért tette be a kosarába azt a tésztát, lehet, hogy nem tudná megmondani, vagy lehet, hogy nagyon konformista választ adna. Olyat, amit azt gondolja, hogy mi elvárunk, hogy adjon. De mi szeretnénk az objektív válaszokat, az objektív valóságot megismerni. Hogyan lehetséges mindez? Hát biztosan nem úgy, hogy a fogyasztókat egy nagy egésznek kezeljük. Valószínűleg azt kell mondjuk, hogy ez a tömeg, amelyik vásárolni jár, ez heterogén, csoportokra kell, hogy bontsuk, szegmensekre. Vagy újabban, amiről beszélünk, arról azt mondjuk, hogy szénákat kell meghatározni. Biztosan sokfélék vagyunk, de felmerül a kérdés, hogy adott ember valamilyen-e. Például adott ember tudatos-e, vagy adott ember mondjuk racionális-e, vagy éppen impulzusvásárló-e jobban. Vagy ez vásárlási szituációtól függ inkább, hogy mi is tudunk ilyenek is, meg olyanok is lenni? Tehát nagyon nehéz a dolgunk akkor, amikor a fogyasztókat megpróbáljuk, azt gondolom, hogy akár csoportok szerint leírni, mégis ez a törekvés áll a középpontban, azon a területen, amit én kutatok. És akkor itt szeretnék egy elméleti hivatkozást tenni Törőcsik professzor asszonynak a modellje, ami szerintem az elmúlt éveknek az egyik legjobban sikerült ilyen fogyasztói magatartás leírása, hogy milyen története van a fogyasztónak, hogyan alakult az ő élete abból a szempontból, ami a magatartását jellemzi. Ez a modell, ugye az X-tengelyen az időt ábrázolja, azt mutatja meg, hogy egymás utáni fázisokban milyen fogyasztói jellemzők, milyen fogyasztói ciklusok alakultak ki, azt szerint, hogy az emocionális döntések aránya mekkora volt a vásárlásokban. De mégis azt kell mondjuk, hogy ezek a ciklusok, ezek nem feltétlenül egymás után következnek, és még azt is mondhatjuk, hogy talán különböző piacokon, mindennapjainkban is megtalálható egyik vagy másik egyszerre. Tehát nem ennyire szekvenciálisan egymást követő ez a sorozat. Ugye az első időszak, amire azt mondtuk, hogy a marketingnek a virágkora, a kiszámítható fogyasztó, többségében jó reagál racionális érvekre, piacra dobjuk, veszi, örül neki. Itt még azért alapvetően a termékorientáció jellemző, ami azt jelenti, hogy nincs akkora kereslet, tehát át tudja látni, örül neki, és örül, ha hozzájutott. Aztán következik a kiszámíthatatlan fogyasztónak a korszaka, amelyik azt mondja, hogy eltérő ingerekre válaszol, termékcsoportonként is változóan, nem feltétlenül tudjuk, hogy mire reagál jól. Mindent megpróbálunk, és van, ami sikerül, van, ami nem sikerül, van, ami a konkurensnek sikerül, és nekünk ugyanaz nem sikerül. Akkor ez miért van? Mitől függ ez? Itt már azért inkább örülünk, ha megvette, itt már keresgéljük azokat a pontokat, azokat a megoldásokat, amivel a marketing operálni tud. Aztán van egy ilyen kategória, hogy válságtanult fogyasztó. Azt gondolom, hogy ez az egyik legvitatottabb, legalábbis az én részemről, amikor arról beszélünk, hogy mit tanult meg a fogyasztó a válságból. Hát egy dolgot biztosan, hogy a hitel az rossz. Ugye, de ez egy rossz tanulság, mert az nem rossz, csak ha rosszul használjuk, akkor rossz, ezt kellett volna valószínűleg megtanulni. De hogy valójában, amikor a válságot követő időszakban újra elkezdődött a fogyasztás, a túlfogyasztás, akkor az milyen nyomokat hagyott? Amikor válság előtt azt hallottuk, hogy mert hülye azért nem vagyok, ugye, hogy ott hagyjam a nagy plazma tévét ingyen, 0% THM-mel, akkor a válságot követő időszakban, a válság lecsengését követően ez már nem motivál minket, akkor mi már ott hagyjuk a tévét, mert arra nincs szükségünk.
Tehát, hogy mi az a dimenzió, amiben itt a fogyasztó megtanulta a válságot, kétségtelenül sérült benne. Ugye? Tehát meg kellett tanulnia másként fogyasztani. Itt azt gondolom, hogy teljes mértékben egyetértve ezzel a koncepcióval, örülünk, ha értjük, hogy a vásárló mire reagál és hogyan dönt. És hát egy következő kategória, ami megint csak kérdés, hogy jelen van, vagy jövőbeli kategória inkább, a megokosodott fogyasztó. Ehhez persze már bejön megint a technológia, amikor azt látjuk, hogy a fogyasztó azonnali visszajelzést ad a vásárlásokra, azonnal értékítéletet mond, tetszett neki a szolgáltatás, jól érezte magát a szállodába, vagy nem. Amikor megvásárolta a terméket és elfogyasztotta, akkor ha nem tetszik neki, azonnal visszajelez, és akár súlyos károkat tud okozni a cég számára. Tehát örülünk, ha nem bánt. Ugye egy egészen újfajta kezelési módot igényel ez a korszak, és ezek azt gondolom, hogy piaconként, illetve különböző szituációnként változhatnak. Most akkor összességében körülbelül az elmélettel idáig jutottunk, vagy jutottam én legalábbis, amikor néhány könyvet elolvastam ehhez a témához kapcsolódóan, amit egyébként ajánlok mindenkinek szintén. Az első ilyen könyv az egy Biology című tanulmány volt, ami a marketing kutatásnak egy újszerű területével, a neuromarketinggel foglalkozik. Műszeres megfigyelések, EEG készülék, ez elektroenkefalográf, illetve fMRI készülékkel vizsgálják alapvetően fogyasztók agyát, illetve az agyban létrejövő változásokat, amiket különböző ingerekre ad. És nagyjából ennek a könyvnek az a fókusza, hogy létezik-e a vásárlói gomb. Létezik-e az az inger együttes, hogyha együtt megmutatjuk, ha együtt megkapja a fogyasztó, akkor az vásárlást fog kiváltani. Hát szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy úgy tűnik, hogy nem létezik ez a gomb, tehát hogy nincs az inger együttes, amit hogyha megmutatnánk a vásárlóknak, akkor biztos lehetne vásárlói döntés, de egy új területet nyitott meg, mégpedig a nem tudatosult információknak a vizsgálatát. Tehát szeretnénk a felszínen túlemelkedni és olyan információkat kinyerni, hogyha szabad ilyen csúnyán fogalmaznom, a vásárlókból, amikkel esetleg ők sincsenek igazából tisztában. A másik ilyen könyv, amit jó szívvel ajánlok, az Barabási Albert Lászlónak a Villanások című könyve. Ez egy második könyv ebből a sorozatból, és nagyon leegyszerűsítve azt mondja ebben a könyvben, hogyha a fogyasztással kapcsolatos tranzakciókról, vagy tranzakciós adatokat összegyűjtjük, és hosszú időn keresztül ezeket az idősorokat megnézzük, akkor ezek olyan mintázatokat adnak ki, ezek a vásárlások, hogy az a jövőre vonatkozóan előrevetíthető. Egyén szintjén ezek a mintázatok sokkal sérülékenyebbek, ha ezt tömegesen nézzük, akkor ezek a mintázatok jól kirajzolódnak. És amikor elolvastam ezt a könyvet, akkor azt gondoltam, hogy akkor itt vége, nekem az én munkám az gyakorlatilag feleslegessé vált. Barabási megmondta, hogy mi a recept, kell gyűjteni az adatokat hosszú időn keresztül, ez történik is, elemezzük, és hát jó megbízhatósággal előrejelezzük majd a fogyasztók magatartását. Semmiféle marketing kutatás egyéb módszerre nincsen szükség. Aztán jött egy harmadik könyv, Dan Ariely-nek a Kiszámíthatóan Irracionális című könyve. Ez az igazi nagy kedvencem, ha három közül választani kell. Ez szintén egy új területtel, a viselkedés gazdaságtannal foglalkozik. Ha homo economicust említettem, akkor azt mondom, hogy ez próbál alternatívája lenni annak a modellnek, pszichológiai alapokon nyugszik, és azt mondja, hogy azért kiszámítható a fogyasztói magatartás, mert irracionális. Tehát egyszerűen nem racionális, nem, pont nem az történik, mint a homo economicus modelljében, hogy optimális döntéseket hozunk, hanem kiszámíthatóan irracionálisak vagyunk. Mutatok egy példát, jó? Megjelent egy előfizetés az Economistban, három opcióval, egy előfizetési ajánlat, három opcióval. Az első ajánlat szerint megvásárolhatjuk az online újság hozzáférést $59, a második ajánlat szerint elküldik nekünk a print verziókat $125, és a harmadik verzióban azt mondják, hogy a print és az online a kettő együtt a $125-ba kerül.
És hát feltették a kérdést ebben a kísérletben a részvevő hallgatóknak, hogy melyiket választanák. Ugye megint csak az a sejtés körvonalazódik itt, hogy hát hülyék azért nem vagyunk, ha 120 dollárért odaadják a kettőt együtt, akkor nyilván azt fogjuk választani, ugye? És akkor a kísérlet második fázisában az történt, hogy a középső elemet, azt, hogy a nyomtatott verziót 120 dollárért adják, azt kitörölték ebből az ajánlatból. És érdekes módon megfordultak az arányok. Azt mondta a fogyasztó, hogy hát minek fizessek én 120 dollárt, amikor úgyis online olvasom egy tableten, és 68% azt mondta, hogy akkor én csak az online verziót fogom megvenni 59 dollárért, nem kell nekem ez a kombinált. Csupán azzal, hogy egy ilyen pontot, egy ilyen benchmarkot betettek az ajánlatba, meg tudták változtatni a döntéseinket. Tehát ezen elmélet szerint abszolút kiszámíthatóak vagyunk, mégpedig azért, mert nem racionálisak a döntéseink. Hogy lehet ezt akkor a gyakorlatban megvalósítani? Hogyan lehet ezt a kutatási, a fogyasztói magatartás kutatásában implementálni? Hát ebben is történt változás nyilván, azt gondolom, és már nem kell jobban magyaráznom, hogy miért. A korábbi, tehát a hagyományos modellben egy vállalat, amelyiket érdekelte, hogy a fogyasztói mit és hogyan vásárolnak, miért döntenek úgy, ahogy, elment egy kutatócéghez, és elmondta az ő problémáját. Ezt jól megbeszélgették, kutató adott egy ajánlatot, és hogyha meg tudtak egyezni, akkor a kutatócég begyűjtötte az adatokat a fogyasztótól. Ez általában kérdőjeles megkérdezés volt, vagy én azt mondom, hogy jobb esetben valamiféle interjú, valamilyen szabadabb, hosszabb beszélgetés. Begyűjtötte az adatokat, mégpedig úgy, hogy a fogyasztó ebben aktívan közreműködött, és nem is nagyon adott cserébe a kutató semmilyen ellentételezést, vagy kisebb ajándékot. És ezt a rengeteg adatot aztán összegyűjtötte, összefoglalta, információvá alakította, és visszament az ügyfélhez, és prezentálta, hogy ezt találtuk, ezért döntenek így a fogyasztóid. És itt nagyjából mindenki boldog volt. Jött a technológia, ugye erről már viszonylag sokat beszéltem, és jött a válság. És ez a kettő együtt nagyon megrázta az iparágat, és borzasztó sok hatást váltott ki. Az egyik ilyen hatás az a fogyasztó oldalán az történt, hogy a technológia hatására elkezdtünk egészen más kommunikációs szokásokat felvenni, kommunikációs felületeket használni. Biztosan mindenki hallotta, hogy az új generáció sokkal könnyebben kommunikál gép és gép között, mint szemtől szemben, mint egymás szemébe nézve. Ugye? Tehát, hogy elmozdultak a korábbi kommunikációs szokásaink. Képzeljék el, hogy egy idegen kérdező biztos bekopogtat az önök háztartásába, és azt kéri, hogy hadd menjen be, és üljön le, és ott tegyen föl kérdéseket 40-45 percen keresztül. Ezt nem szeretjük, ugye? Tehát, hogy így nem akarjuk. Nagyon alacsony lett a válaszadási hajlandóság. Magyarországon 30% alatti most már a nagyvárosokban, amerikai statisztikákban 9%-okat olvasok, tehát egészen döbbenetesen sok embert kell megkeresni ahhoz, hogy azt a tervezett mintanagyságot elérjük, akiktől az adatokat szeretnénk bekérni. Aztán mi történt az ügyfél-kutató relációban? Hát a gazdasági válság hatására biztosan alakult egy költség és időnyomás. Minél gyorsabban és minél olcsóbban szeretnének a megbízók adatokhoz jutni, vagy még inkább információkhoz. Aztán sokáig úgy tűnt, hogy a reprezentativitás, mint ilyen szentség, az leomlik, és nem az lesz a fontos, hogy a minta reprezentatív, hogy jól képviselje az alapsokasságot, és megfeleljen annak a piaci összetételnek, amit vizsgálni szeretnénk, hanem egyszerűen ezekkel az új megoldásokkal el tudunk érni nagyon könnyen nagyon sok fogyasztót, ezért a reprezentativitás nem lesz többé már fontos. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy ez nem ennyire egyszerű, hiszen a nagyon sok fogyasztói visszajelzésből lehet egy annyira homogén csoportot elérni, akik inkább hajlandóak válaszolni, és ezek egyébként jellemzően a fiatal nők, akik szívesebben vesznek részt a vizsgálatban, hogy az a, ha bár nagy mennyiségű válaszadó nem jól képezi le az alapsokasságot, és így torzíthat a minta. És hát történt egy másik nagyon fontos dolog az ügyfélfogyasztó reációban. Ez pedig arra vonatkozik, hogy
az ügyfélnél egyre több adat van, ami fogyasztóról szól, az ügyfél adatbázisok. Mindenkinek van olyan céghez kapcsolódó kártya, amivel ő tudják azonosítani. Tudják azt, hogy hány éves, mekkora a családja, hol lakik, és tudják azt is, hogy miket szokott vásárolni abba az adott üzletben vagy üzletláncban. Ebből az következik, hogy a technológia segítségével az ügyfél közvetlenül meg tudja keresni a fogyasztókat. Közvetlen elérése van, és kikerül a képből a kutató. Úgy tűnt, hogy nincsen rá szükség. Miért kellene? Nálam van az ügyfelek elérhetősége. Én tudom, hogy mit szeretnék kérdezni. A technológia segít abban, hogy a kérdéseket megfelelően fel tudjam tenni. Vannak már olyan szoftverek, amik ezt megoldják. Mi értelme van a kutatónak? A kutatónak meg kell találnia újra a kompetenciáit ebben az egészben, és az egyik ilyen kompetencia az az, hogy a problémát jól definiálja-e. Sok esetben az ügyfél nem pontosan tudja, hogy mi a probléma, és ezt el kellett ismertetni az ügyfelekkel, hogy igenis van a kutatónak hozzáadott értéke abban, hogy megérti a piaci problémát, és tud segíteni abban az ügyfélnek, hogy milyen módon lehet a fogyasztókat megkeresni, tud segíteni abban, hogy hogy nézzen ki ez a kutatási design. Aztán kutatók szerencséjére azért találtak olyan kompetenciákat, amelyeket az ügyfél elismert. Ilyenek lettek az online panelek, amelyek potenciális válaszadói közösségeket jelentenek nagy számosságban, és gyakorlatilag az ő részvételükkel gyorsan és költséghatékonyan lehet reprezentatív mintákat elérni és megkérdezni. Tehát én azt gondolom, hogy alakulnak szépen lassan azok a kompetenciák, amiket a kutatóknak tudniuk kell. Bejött még az adatvizualizáció, a megjelenítés, az elemzésből készített gyorsan feldolgozható és könnyen értelmezhető eredmény, de ezek még folyamatban vannak. Végezetül szeretnék mutatni még kettő gyors ábrát. Az egyik arról szól, hogy eltolódott valamennyire ebből a kérdőves megkérdezésekből, inkább a kvalitatív irányba, az interjús beszélgetések irányába a kutatások többsége, de egy kedvenc felmérésem, ami időről időre megtörténik, itt most a 2017 harmadik, negyedik, negyedévi riportnak az eredményeit hoztam el, abból látszik, hogy igenis elindultak a technológiával átszőtt és a technológiát használó kutatási megoldások, az online közösségek vizsgálata, a mobil eszközön keresztül történő kutatás, webkamera segítségével történő interjúk, vagy éppen a közösségi média elemzése, ami az egyébként nem is kell a fogyasztóknak az aktív hozzájárulása. Tehát rengeteg olyan új technika jelenik meg, ami mind-mind azokra a kihívásokra reagál, amit az előadás elején említettem. És akkor az utolsó diaként pedig azt szeretném elmondani, vagy bemutatni, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelnie az új kutatóknak. Mit kell tudni ahhoz egy fiatal embernek, aki mondjuk a kurzuson hallgatja ezt a marketing kutatás előadást, hogy ő sikeresen legyen majd marketingkutató, és sikeres legyen abban, hogy a fogyasztói magatartást tudja vizsgálni. Hát úgy tűnik, hogy elsősorban jó adatelemzőnek és adatvizualizációval foglalkozó szakembernek kell lennie, de biztosan meg kell érteni az ügyfélnek a stratégiáját, a piacát, tehát egyfajta üzleti stratégiának is kell lennie, és hát végül, de nem utolsó sorban is ezt szoktam kiemelni a hallgatóknak, hogy nagyon, nagyon nagy szerencséjükre az jó alap, hogyha sokat facebookoznak, mert hogy a közösségi médiát is kell tudniuk használni, hiszen ott van ez a rengeteg adat, ott van az a sok információ, amit összegyűjtve valamennyire talán meg tudjuk érteni a fogyasztókat, de bízom abban összességében, hogy azért előrejelezni a magatartásukat, azt még sokáig nem fogjuk tudni, és így nekünk is lesz mit kutatnunk. Köszönöm szépen!